tisztelettel köszöntöm a megjelent szülőket, hozzátartozókat, valamennyi kedves vendégünket. Külön tisztelettel köszöntöm jegyzőasszony Tolnai Lászlónét, Huber Péterné óvodavezetőt és SMK elnökünket, Pallóné Király Erikát. Kérem ünnepségünk kezdetén felállva hallgassuk meg a himnuszt. Jutalmaz, s büntet, s melyben az ember örökké diák, jelképezi most zöld májusi ág, s halljuk reménytől szívetek, hogy lüktet. Szép lassúsággal búsan szól az ének, fölrepülne, leszáll, tétováz, a sok kopott pad integet felétek. Tán könny is csordul, nem tudni okát, elsápadva, messzeségben néztek, szívetekben fölzeng, hogy tovább. Kedves ballagó diáktársaink, már régóta vártatok erre a napra, most mégis megilletődve álltok itt, a benneteket ünneplő szülők, rokonok, nevelők és iskolatársaitok előtt. Magatokon érzitek a könnyes szeretettel teli pillantásokat, és emlékeztek az együtt töltött napokra az elmúlt 8 év oly sok felejthetetlen eredménye, tán ezekben a percekben döbbentek rá arra, hogy visszahozhatatlanul lezárult életetek egy szakasza. Búcsúzunk tőletek! Betűk még vibrálnak előttem, mint fényben porszemek, emlékeket idéznek, de félek nem merek, mert emléklet mi szép volt 8 év csokrába kötve, színes szalagját dacos idő lebegteti fölötte. Egy percig még gyönyörködöm a sokszínű csodában, még kavarog az érzés az ünnepi varázsban. Szemem sarkába titkon kíváncsi könnyek ülnek, torkomra forra vágyam, és nincs elég szavam rá, hogy mindent megköszönjek.
Bennem szép szavak láz a muzsikál, gondjaimat a világba meneszti, nyugtatóimáknak mezőny szálva, békémet a sorsom megteremti. Vigyázzatok rám, lássátok lelkem boldog aratását, ahogy a szívem békességét láttat, hallgatva a világ félte szavam, ahogy gyűjtőn üzen a világnak. Vigyázzatok rám! Én is, Galám, köszönöm most neked, hogy az eljött élet csaták között volt hozzám mindig végüzenetet. Tápláltad bennem az erőt, szeretni az embert is küzdeni, sűnálni meg Isten is ember előtt. Búcsúzunk attól, aki minket éveken át jóra intett, tanított, s védett, hogyha kellett. Így cseperedtünk szíve mellett. Én itt oly sok szépet is jót tanultam, itt mindig hűtársak közt voltam. Az évek hamar elrepültek, de emlékük elkísér még élek. Elindulunk egy ismeretlen úton, és nem tudjuk még, hogy mit hoz majd a sors, de bármilyen végélünk, nem feledjük az iskolát, mely útnak indított, és az együtt töltött sok szép napot. Most a búcsúnak perci az érve, telve reményed elindulunk, hát a porrunkat hajtsuk fel végre, szálljon messzire vidám dalunk. Benne csordul a szívünknek húrja, egymást nem látjuk sok éven át, de majd visszatér találkozóra ez a sok régi kedves barát. Tanáraink, szüleink, diáktársaink. Mindannyiuk életében volt már olyan pillanat, amikor elgondolkoztak múlton és jövőn. Ezekben a napokban mi is gyakran feltettük a kérdést. Milyen volt itt lenni, és milyen lesz majd átlépni egy új ismeretlen világba? Érzelmeink vegyesek, valami újra vágyunk, de már most érezzük, hogy hiányozni fognak a barátok és a tanáraink. Az első tanítási napon félve szüleink kezét fogva léptük át az iskola kapuját. A játékok birodalmából, a számok és a betűk világába léptünk. Ebben a világban 8 évet töltöttünk el együtt. Ennek a 8 évnek természetes velejárói voltak a mindennapok feladatai, nehézségei, gyakran megélt öröm és bánat, számos siker és kudarc, időnként gondok és nehézségek a tanulásban és a barátkozásban egyaránt. Számtalan egyéni és közösen megélt élmény, az izgalommal vált osztálykirándulások, különböző rendezvények tarkították az itt töltött éveinket. Tisztelt Ildikó néni, Ibolya néni, és valamennyi bennünket tanító tanárnéni és tanárbácsi. Bocsánatot kérünk minden akarva és akaratlanul elkövetett csíny és nehézség miatt, amit okoztunk. Nem volt bennünk rossz szándék. Ha most kilépünk az iskola ajtaján, és utunkat siker koronázza, abban a törődésnek, a szeretetteljes tanításnak nagy része lesz. Köszönjük a reményt, amit kaptunk. Megpróbáljuk mindenkor és mindenhol a legjobb tudásunkat adni. Bízunk benne, hogy az, amit itt tanultunk, elég lesz az elkövetkezendő tanulmányaink folytatásához. Köszönjük szüleinknek a segítséget, az áldozatkész munkát, az irántunk táplált bizalmat, a féltő óvó tekinteteket, és mind-mind azt a törődést, amelyel neveltek és hozzásegítettek a mai nap eléréséhez. Mindent megteszünk majd, hogy büszkék lehessetek ránk. Kedves diáktársaink! Nem maradt más hátra, mint hogy elbúcsúzzam tőletek. Nem a szokásos nyári vakációra készülődve, hanem elballagva végleg. Köszönjük nektek is a vidám diák éveket, és kérünk benneteket, hogy öregbítsétek továbbra is az iskolánk hírnevét. Gondolataimban sok minden kavarok, de elmondani már nem tudom, ezért szóljon helyettem a következő idézet. Az iskola padjai között ismertük meg egymást. Eltöltöttünk együtt sok-sok boldog órát. Most eljött a perc, búcsúzni kell. Szívünk bánattal búcsúzik el. Régi harcok, régi kopott könyvek, derű, mosoly, néha fájó könnye. Múlik minden, suhannak az évek, búcsút intünk múló diák évek. Tisztelt szülők, kedves gyerekek, nevelőtársaim, kedves vendégeink! Ünnepelni jöttünk össze ma, ünnepelni őket, akik számára a mai nappal egy életszakasz lezárul.
Nagy-nagy szeretettel köszöntelek benneteket, kedves Ballog úr diákjaink. Néhány perce szólalt meg a csengő számatokra iskolánkban, ez volt az utolsó kicsengetés. Eljött a régen várt nap, amely most mégis az öröm mellett némi szomorúságot is magában hordoz. Búcsúztok az iskolától, tanáraitoktól, társaitoktól. Benneteket köszönt az iskola, újra díszbe öltözve. Így búcsúznak tőletek diáktársaitok. És mint a régi vándor diákokra szokás tarisznyát akasztottunk a nyakatokba, hiszen hosszú útra indultok, a felnőtté válás útjára léptek ma. Őrizzétek meg iskolánk emlékét, mint ahogy az iskola is emlékezni fog rátok. Neveiteket, képeiteket a falak, a könyvek örökre megőrzik. Ma vagytok így együtt, ma utoljára általános iskolások. Pedig, mintha csak tegnap kezdődött volna. Pámer Ildikó, Ildi néni szárnyai alatt tanultátok az írás, az olvasás és a számolás fortéjait. Ő, aki minden lépésétekre gondosan ügyelve, alsósként az utatokat egyengette, a jövőben sem téveszt benneteket szem elől. Felsős osztályfőnökötök, Grénusné Fergelt Ibolya néni, intelmei, értetek, veletek folytatott harcai, reméljük okulásotokra lesz, és ma, ahogy utatokra enged, már 17 életre való ifjútól vesz búcsút. Kedves nyolcadikosok, kicsit úgy érezzük magunkat, mi nevelők, akik több éve gyötrünk benneteket, mint az az edző, aki élete nagy meccsére készíti fel csapatát, és az öltözőben az utolsó utasításokat adja a játékosainak. Aztán sipol a bíró, elkezdődik a játék, és többet már nem tehet a sikerért, mint hogy szurkol. Az utolsó taktikai tanácsainkat halljátok a mai napon. Aztán megszólal a síp, és a többi már a pályán, az életben, rajtatok múlik. Mi a pálya szélén állva nektek szurkolunk, és nem a bírót fogjuk szidni, ha nem tartjátok be a játékszabályokat. Kedves Ballagó diákjaink, bizony mondom néktek, nagyon megváltoztatok. Nem hallgattok már ránk, mentek a fejetek után, magyarázhat nektek bárki. Bonyolult, szabadabb, de kegyetlenebb világ gyermekei vagytok. Mára már elveszett az az ártatlan gyermeki tekintet, már nem felénk nyújtott segítséget kérően a kéz, mint mikor elsősként veletek először találkoztunk. Bezzeg, akkor 2007-ben a tanévnyitón nem mertétek megmosolyogni a mainál éppen 8 évvel fiatalabb igazgatót. De ez így van rendjén. Arra születtem, hogy kisgyerek legyek, s anyám mellett lassan játszam az életet. A legtöbben közületek már alig várták ezt a napot. Kirepülni végre, megszabadulni a kötöttségektől, pedig majd meglátjátok, hogy az eddig volt csak igazán kevés. A nagyság átkaként, ahogyan idősödtök, a kötöttségeitek csak szaporodnak. Azoktól nem szabadulhattok, ahogyan egyikünk sem hisz a világ így és ettől működik. A nagyobb szabadság csak annak adatik meg, aki ezzel élni is tud majd. És korlátok, falak mindig, mindenütt lesznek. Saját károtokból tanulhattok, kell is, hogy tanuljatok. Adam és Anna imént idézett örökérvényű szavaival folytatva. Arra születtem, hogy felnőtt is legyek, s megértsem a szóból azt, amit lehet. Igen, megérteni, megfogadni a legnehezebb, de hiszem, hogy többségeteknek sikerül majd. Kedves anyukák, apukák, nagyszülők! A tudásnak korunkban, és ez bizonyított tény, az iskola csak töredékét adja. Tudása több mint kétharmadát nem az iskolában szedi össze a mai diák. Mégis az itt megszerzett egyharmadnak döntő jelentősége van.
Köszönjük, hogy bízva bennünk, gyermekük náluk fejezte be az általános iskolát, és reméljük, hogy az itt kapott tudás kitartással, szorgalommal párosulva a reményeinket igazolja majd vissza. Mi megpróbáltuk a legjobb tudásunkat, hitünket, lelkesedésünket, a világ iránti dolgainkat, érdeklődésünket, emberségünket beléjük plantálni. És hogy ez mennyire sikerült, azt csak az idő mutatja majd meg. Mi csak formáltunk, finomítottunk a kapott anyagon, de ne feledjék, hogy önök szülők a példa, önök a minta. A mai nappal önöktől is búcsút veszünk. Kérjük, neveljék továbbra is tisztességre, becsületre, kitartásra gyermekeiket, mert csak ez térül meg hosszabb távon. Kedves végzős diákjaink, kívánok valamennyi kollégám nevében az előttetek álló tanuló évekre sok sikert, elégedettséget, örömöt, szeretetet és nagyon jó egészséget. Éljetek a rátok váró nagyobb szabadsággal okosan, önmagatok és leendő közösségetek hasznára. Búcsúztatom a 2014-2015 tanévi 8. osztályt. Nevezetesen Binder Péter, Budai Bencét, Csankó István, Farkas Márkot, Fülöp Grétát, Hábel Lilit, Hausmann András, Horváth Mário, Kis Angelikát, Klein Szandrát, Meszlenyi Leventét, Nagy Zoltán, Nyerges Péter, Sólya Ildikót, Stirsz Laurát, Szilágyi István, és végül, de nem utolsó sorban, a népsor végén, Kumpek Dániel. Szervusztok, járjatok szerencsével! Véget ért megint egy szép napunk, későre jár, mégis nehéz most a búcsú, hiszen Isten az angyalok is könnyes szemmel néznek, ha látják, hogy mi még együtt vagyunk, későre Yeah.
Tamás kollégát megkérem, hogy keverje föl a zenét újra. Itt szeretném azt bejelenteni, hogy akinél virág van, függetlenül, hogy nyolcadikos-e, annak most lesz az ideje ennek az átadásának. Erre kérnék meg minden tanulót, hogyha így készült. Pár csillag van az égen, véget ért megint egy szép napunk. Későre jár, mégis nehéz most a búcsú, hiszen Isten tudja, hol találkozunk. Az angyalok is könnyes szemmel néznek, ha látják, hogy mi még együtt vagyunk. Happy.
187 napot követően kitört a vakáció kedden. A rosszat meg sejthetitek, ezt majd a végén mondom el. Tisztelt szülők, kedves vendégeink, tanulóink, kollégáim! Június van, megint elmúlt egy tanév, megint más, mint az előzőek voltak. Egy különösen nehéz és tartalmas tanévet hagytunk magunk mögött, mely bővelkedett eseményekben, programokban. Nem mondok újat azzal, ha kijelentem, hogy a Nemzeti Köznevelési Törvény és az új NAD bevezetésével reformok hosszú sorát folytatjuk immáron második éve. Az egésznapos oktatás jegyében a hit és erkölcs tant, a mindennapos testnevelést, a második idegen nyelvet felmenő rendszerben bevezetve, évről évre nő a tanulók óraterhelése. Csak egy számadat. 8006 tanórát tartottunk az idén, mely még kimondva is sok. Ez azt jelenti, hogy hetente átlagosan 27, naponta 5,5 órája volt elsőtől a nyolcadikosig mindenkinek. És ez a szám jövőre tovább növekszik. Bizony, nehéz az iskolatáska. Nem könnyű ma iskolásnak lenni, napi 5-6-7 órát eredményesen teljesíteni. Ennek ismeretében büszkék lehetünk arra, hogy félévi eredményünkön javítva, iskolánk bizonyítványába 3,9-es tanulmányi átlag került. Mindössze két elsősünk számára bizonyult teljesíthetetlennek az akadály. Az eredmény értékét növeli, hogy az idén tovább nőtt a hiányzások száma, ami néhány tanuló esetében aggasztóan, megítélésünk szerint indokolatlanul magas, és átlagosan minden tanulónkra 12 napnyi hiányzást eredményezett. Ez megengedhetetlen. Mert az eredményesség rovására megy, és a továbbhaladást veszélyezteti. A borúra derül, hogy a tavalyi kompetenciamérési eredményeink alapján ismét az országos átlag, vagy a fölötti teljesítmény tudhatunk magunkénak. A 6. osztályos eredmények alapján a közepes lélekszámú községek iskolái közül, ahova Tengelic is tartozik, szövegértésből mindössze 61, matematikából 74 iskolának volt jobb a eredménye, 8. eredmények alapján pedig szövegértésből mindösszesen 21, matematikából 48 iskolának volt jobb nálunk az eredménye. Az eredmények közvetételét szolgáló értesítőt valamennyi tanulunk a bizonyítvánnyal együtt ma hazaviszi. Nézzük, mit is történt a tanév során. Két tanévi bevezetését követően lezárult TAMOP 3.1.4 jelű innovatív iskolák fejlesztésére elnyert, a tagiskolákkal közös 40 millió forintot meghaladó fejlesztést lehetővé tevő pályázatunk, melynek révén bővült módszertani eszköztárunk, és valamennyi tartalmunk valamiféle digitális technikával szerelhettük fel. A korábbiak mellett havonta több új programmal, megmozdulással, új hagyománnyal egészült ki szerteágazó tevékenységrendszerünk. A projekt során fél évente egészségnapot, évente sportnapot, drogprevenciós, konfliktuskezelő, egészségfejlesztő, elsősegélynyújtó, pénzügyi ismereteket fejlesztő programokat szerveztünk. Erdei iskolába jutottak el a felső tagozatosok, kirándulásra az osztályaink zöme. Kiemelt célja volt a projektnek az infokommunikációs technika megismertetése, elsajátítatása és alkalmazása. A projekt elemei beépültek mindennapi gyakorlatunkba, melyre további 3 év fenntartási időszaka kötelez is bennünket. Az önkormányzatnak köszönhetően rekordidő alatt készült el a főépület beázása miatt sürgőssé vált tetőcsere. Újabb uniós pályázat révén a tankerület kiválasztottjaként Zombával közös sportprogramot szerveztünk a tankerület iskoláinak, ahol a szülőkkel közös megmérettetésen elhoztuk a pálmát. Megismertük, előadtuk és másokkal is megtapasztaltattuk, hogy mi is az a flashmob, nem kis villámcsődületet okozva a falu központján. A tankerületi szavalóversenyen 3 dobogós helyezés, sikeres rajzpályázatok is bizonyítják, hogy iskolánkban
eredményes a tehetséggondozás. Sok labdát kergető kölyök vágya, hogy foci legendákkal találkozzon. Nos, ehhez a mi csapatunknak csupán annyi kellett, hogy az idén az MLS OTP Bozsik programba nevezzünk, és némi szerencsével az országos döntőn a labdarúgó edzők fellegvárában Telkiben szerepelhessünk. 10. helyen végzett csapatunk közös fotóját látva megállapítható, hogy még Szabadi tanár úrnak is meglepetést okozott Nyilasi Tibor termete, ma is meglévő légi fölénye. Kedves elsős tanítványaink! Nagy örömünkre szolgál, hogy Ingrid és Márta néni szavait követve megtanultatok olvasni, írni. Megismerkedtetek a számok világával, naponta újabb és újabb ismerettel gazdagodva indultatok haza. A sikerért köszönet illeti a szülőház segítségét, érdeklődését, amire a jövőben még inkább számítunk. Tisztelt hallgatóság! Kiváló tanulmányi eredményükért, közösségi szakköri munkájukért, versenyen elért teljesítményükért könyvjutalmat, illetve oklevelet adunk át a tanulóknak. Jöjjenek most azok, akikre nagyon büszkék vagyunk. Felkérem Horváth Józsefnét, Márta nénét a jutalom átadásában való segítségre. Kisebbek közül az első osztályból könyvjutalmat és díszoklevelet vehet át, kiváló tanulmányi eredményéért és példamutató magatartásáért 6 kisdiákunk. Sétamira, Antus Boglárka, Tóth Aliz, Deák Iringó, Füller Borsika és Varga Kovács Rebeka. A második osztályból könyvjutalmat és díszoklevelet kap kiváló tanulmányi eredményéért és példamutató magatartásáért Lusinski Fruzsina. Könyvjutalmat és oklevelet vehet át kiváló tanulmányi eredményéért Kalányos Krisztina és Váradi Tamás. A harmadik osztályból kiváló tanulmányi eredményéért és példamutató magatartásáért könyvvel és díszoklevéllel jutalmazzuk Molnár Mátét, Cseh Istvánt és Nagy Józsefet. Oklevéllel és könyvvel jutalmazzuk példamutató magatartásáért, szorgalmáért és napközis munkájáért Horváth Rékát. A negyedik osztályból Molnár Adriennek könyvjutalmat adunk át kiemelkedő szorgalmáért, tanórai aktivitásáért, egyedi rajzaiért, lelkiismeretes citera és gitár szakköri munkájáért. Tivadar Eszternek tanórai aktivitásáért, segítőkészségéért. Harsányi Rékának tanórai aktivitásáért, felejthetetlen szavalataiért és a szépen csengő citera szóért. Nekem Eszter volt írva. Jöjjenek az ötödikesek.
Példamutató magatartásáért, jó tanulmányi eredményéért és a közösség érdekében végzett munkája elismerésekért könyvjutalmat adunk át Patai Lillának. Közösségi tevékenységéért és jó tanulmányi eredményéért Müller Evelin virági könyvjutalomban részesül. Major Zalán példás magatartásáért, jó tanulmányi eredményéért és a sportversenyeken nyújtott kiváló eredményéért vehet át könyvjutalmat. Domak Miklós példamutató szorgalmáért, jó tanulmányi eredményéért részesül könyvjutalomban. Példás magatartásáért, szorgalmáért és kiemelkedő közösségi tevékenységért Csabai Levente és Benke Zsóka részesül könyvjutalomban. A hatodik osztályból példás magatartásáért és szorgalmáért, kitűnő tanulmányi eredményéért és közösségi tevékenységért díszoklevéllel és könyvvel jutalmazzuk Molnár Anikót. Példás magatartásáért és szorgalmáért, segítőkészségért és jó tanulmányi eredményéért könyvjutalmat adunk át Nagy Ildikónak. Hetedik osztályból két tanuló vehet át könyvjutalmat. Kiemelkedő sport teljesítményéért, az osztályközösségben végzett munkájáért Sárközi Ádámot jutalmazzuk. Az osztályközösségben végzett kiváló munkájáért könyvjutalomban részesül Palló Luca. Nyolcadik osztályosok. A búcsúzó nyolcadikosok közül gratulálunk és könyvvel jutalmazzuk példás magatartásáért és jó tanulmányi eredményéért Szilágyi Istvánt. Kitűnő tanulmányi munkájáért és példamutató magatartásáért könyvjutalomban részesül Stirc Laura. És megint végül, de nem utolsó sorban, jó tanulmányi eredményéért, jó magatartásáért és szorgalmáért könyvjutalomban részesül Tumpek Dániel. Gratulálunk minden díjazottnak! Mártanének köszönöm a közreműködést. Tisztelt szülők, vendégeink, a fenntartói források mellett legfőbb támogatóink mindig önök, a szülők. Segítségük nélkül a kirándulások, a papírgyűjtés, a farsang, a pedagógus nap megrendezése elképzelhetetlen lenne. Köszönjük a szülők, hozzátartozók érdeklődését, segítségét tervezett feladataink megvalósításában. Ma Ballagó 8. gyermekével együtt búcsúzik tőlünk Tumpekné Viderma Mónika is, aki több éven át önzetlenül segítette az SMK munkáját. Szólítom továbbá a szülői közösség vezetőségének legaktívabb tagjait is, Benhartné Görög Ágnest, Patainé Simon Szilviát, Molnár Ferencnét és a szervezet mozgatórugóját, elnökét, Pallóné Király Erikát. Pedagógus napkor mi kaptunk tőletek, most mi adjuk azt, ami tőlünk a legtöbb. Szeretetünk, köszönetünk, nagyra becsülésünk jeleiként egy-egy virágcsokrot. Megkérem a jelenlévőket, hogy jöjjenek átvenni.
Tisztelt szülők, a családok tanévkezdését önkormányzatunk az idei évben is ingyenes tanszercsomaggal segíti. A tanszerekkel, tankönyvekkel kapcsolatos információkat hazaküldtük és a községi honlapon is közzétesszük. A tanévkezdéssel kapcsolatos újabb információkat majd augusztus második felében hirdetjük meg. Tisztelt jelenlévők, a mai nap nem csak tanulók, de kollégák búcsúját is jelenti iskolánktól, diákjainktól, korábbi megszokott szerepüktől. Hámer Ildikó a jövő tanévben már nem lesz tagja tantestületünknek. Ildikó döntése szerint más szerepkörben, mint művelődés szervező, immáron nem csak egy osztályért, de a település összes lakosáért kíván dolgozni a jövőben. Lelkiismeretes, ötletteli munkáját, gyermekszeretetét, határozott derűs egyéniségét köszönöm, hiányozni fog nekünk. Álláshely bővülés miatt az ombai iskolához korábbi munkahelyére tér vissza Grénusné Fergel Tibolya. Tőle nem búcsúzunk teljesen, hiszen elképzeléseink szerint a kémia oktatására visszajár majd hozzánk. Mindkét kollégám munkáját ehelyütt is megköszönve kívánok a jövőben is jó egészséget és sikereket neki. Mindkettőjüktől szűkebb körben veszünk majd búcsút. A személyi változások miatt az első osztály osztályfőnöke Schmidt Mária, az ötödik osztályé Szabadi Tamás kollégám lesz. Terveink szerint a felsős matematika tanítását a Szekszárdról bejáró Monostori Mária látja majd el. Havasiné Pete Ildikó távollétében Budaváriné Balog Boglárka fogja őt helyettesíteni. Kedves gyerekek, a jól megérdemelt pihenés következik, a vakáció. Befejezésként a vakáció hangulatát idézi még nekünk első osztályos tanulónk Varga Kovács Rebeka. Gyere, Rebeka! Mentovics Éva, vakáció. Hol csellentél, te kis kópé? Késtél, oly rég vártalak. Jól esik már elnyújtózni itt, a lombos fák alatt. Nem kell tankönyv, írka, táska, pihen most a csengetés. Rengeteg a tennivalom, felsoroljam, nem kevés. Holnaptól már nem kezdődnek oly korán a reggelek. Ha kirúg az ágy magából, komótosan felkelek. Vár a bicaj, tollas labda, képregény a könyvtárban. Cseresznye és vindiófa csalogat, hogy megmásszam. Zöld pázsiton hempergőzöm, pillangókat kergetek. Kifürkészek a környéken minden árnyas rejteket. Majd a strandon kipirultan, sikoltozva, dalolva, vízi csúszták ördögekén, csusszanok a habokba. Jó, hogy itt vagy, vakáció, nézd, mindenki ünnepel, hisz tudjuk, hogy velünk nyaralsz, szeptemberig itt leszel. Köszönjük szépen Rebeka versét. A hangulati megalapozás megtörtént, nekem már csak néhány információ maradt. Megköszönve valamennyi pedagógus kollégám, munkatársa, egész évi munkáját, az önkormányzati dolgozók, a közmunkások tanév során nyújtott segítségét, továbbá megköszönve Benke Józsefnek eseményeink megörökítését, a 2014-2015-ös tanévet bezárom. És itt a végén a jó hír után a rossz hír. Szeptember 1-én, kedden kezdődik a tanév, és szintén június 15-én, immáron szerdán fejeződik majd be. Tehát szeptember 1-én, ha addig nem is, valamennyiőtökkel találkozunk ismét. Kérem ünnepségünk végén, felállva hallgassuk meg a szózatot.
megköszönve valamennyi vendégünk részvételét a 8. osztály vonulásával, arra kérem az osztályfőnökeket, a bizonyítványok átadására vonuljunk vissza az osztálytermekbe.